Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Az utóbbi években a húsvét legjellegzetesebb dísze a tojásfa. Így van ez Nyirád településén is, ahol a nyugdíjas klub szervezésében a falu apraja nagyja már több éve a parkban találkozik, és ünnepi köntösbe öltözteti a fákat és bokrokat. A legkisebbek húsvéti műsorral koronázták meg az alkalmat. Gyere, tavasz, várva várlak, hozz zöld ruhát, fűnek fának. Nem fúj már és nem havasz, A húsvéti ünnep alkalmából Nyirád község központjában lévő park fái és bokrai ismét megteltek színes, kézzel készített tojásokkal. A tojásfa díszítés hagyományát a településen a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület álmodta meg, és a helyi gyermekek kezemunkája által vált ilyen színessé. Természetesen az idősebb korosztály is nagy munkát vállalt a díszítésben és a színes tojások elkészítésében. Sóstai Gyuláné Hoffmann Rozália, mindenki Rózsika nénie arról is mesélt kameránknak, hogy ő hogyan készült a jeles alkalomra. Hát minden évben én még eddig eljöttem, sok gyerekkel, nyugdíjas nem olyan sok van, de azért páran vagyunk. Hát én is csináltam, fújtam ki tojást, éppen olyan sütöttem, ahogy nem kellett külön a hab, meg minden. Aztán még 1000 éves jelzton, jól papírom van, ami a szaloncukor volt régen. Százukat vannak gyűjtve, még van egy csomó. Azokat úgy ráragasztottam. És van az a netz, amiben ilyen mandarinok, meg mit tudom én, mik vannak. Azokat mindig el szoktam rakni, és akkor azokat így ráhúztam, összekötöttem. De jó. Rapon alatt rá. Pár darabban, hát most csak 7 volt, nem tudom, erre rakta Jenő, de azt hiszem az a rózsaszínes fonállal, ami fő van körbe a sárga, na olyan csináltam. A program kezdete előtt a vendégeket már feldíszített park várta. Nagy sikert arattak az óriás húsvéti táblák, a nyuszi figurák. Az ünnepi műsort követően pedig lázasan belekezdtek a tojásvág díszítésébe a jelenlévők. Csermák Kovács Téma kiemelte interjújában, hogy hogyan készülnek az intézményben az ünnepre. Az óvoda bejáratánál van egy boltíves kapu, amit mindig minden hagyományhoz illően kidíszítünk, vagy valami jeles naphoz kapcsolódva, és most tojásokkal díszítettük azt az aranyos kis kaput. Azon kívül a hétfői napon délután egy kézműves foglalkozást tartottunk szülők gyerekek számára. Meghirdettük, és az érdeklődők jöhettek és barkácsoltunk képeslapokat, nyuszis, meg kis csibés alkotásokat. A gyerekek tényleg örömmel készülnek rá, és mivel az intézmény apraja nagyja itt van, itt találkozunk, meglátjuk ezt a csodálatos parkot az ünnephez illően feldíszítve, eljönnek szülők, kistestvérek, nagytestvérek, nagyszülők is esetleg, úgyhogy nagyon fontos ez a rendezvény. A nyirádi apróságok örömmel meséltek arról, hogyan készültek a tojásfa díszítésre. Boldogokat tanultunk, és verseneket, meg éneket. Szoktam festeni húsvét tojást, meg díszíteni a fát. Aranya azt mondta, hogy nézzünk meg a tojásparkot, és egyből elindultunk. Nyugszik, fülét, hegyezik, nagyba nyugszát, ödörik.